Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Vegye kezdetét a 107. Dragonflight-os stream, 107, amióta kint van az új kiegészítő, és most itt van az új szezon, a Season 4. A Season 4-ben a raidek úgy fognak működni, hogy mindegyik elérhető lesz, mindegyiket lehet ütni, ebben a kiegészítőben megjelent mindhárom raidet, a Vault of the Incarnate-t is, az Aberust is, illetve az Amyrdrassil-t is. Úgy kezdődik az egész, hogy az első és a második héten a Vault lesz az, ami így övékend, tehát erősebbek és jobb lootot dobnak a mobok. Ugyanez lesz a második és a harmadik és a negyedik héten az Aberrusszal, az fog majd megerősödni. Az ötödik, hatodik héten az Amyrdrassil, és a hetedik héttől az összes. Szóval az összes raidet lehet ütni, hogy kiigérelődj, és jól megszed magad. Legegyszerűbb szerintem, hogyha átváltok ide, és megmutogatom nektek ezt, hogy megváltoztatták az új Dungeon Progress-t, talán ezen a képen látszódik a legjobban a történés, hogy most így a Season 4-el a normál az maradt normál. A Heroic az a korábbi Mythic nullának felel meg, azzal a különbséggel, hogy a Heroicon nincsenek Mythic mechanikák, szóval a nehézség ugyanaz, csak Mythic mechanikák nélkül. Illetve a Mythic 0, a jelenlegi Mythic, a Season 4-es Mythic 0 nehézség az a korábbi Mythic 10-esnek felel meg. Itt már ugye vannak Mythic mechanikák, de ugye a nullán timer még nincsen. És akkor onnantól kezdve a Mythic 2-től jön be az első affix, ami a Tyrannical vagy a másik, aminek nem jut eszembe a neve. És utána pedig az ötösön jön be a következő affix, és a tízesen. Szóval a tízesnél lesz három affix. És a tízes az kb. Ilyen a korábbi 19-20-nak fog megfelelni. És így legalább nem lesznek azok a mythikek, amiket már amúgy sem játszanak nagyon játékosok, tehát a mythik 1 és így nagyjából a 10 között, mert hogy így aki akar elmegy most mythik 0-ra, vagy mythik 1-re, és így nem lesznek annyira szétfragmentálva az emberek. Úgyhogy ez egy nagyobb változtatás, kíváncsi vagyok, hogy így mondjuk a szezon végére hanyas Mythic pluszokat tolnak majd az emberek. Ja, és most ezzel az update-tel bejöttek a régi dungeonok, tehát így, hogy nem tudom, hogy itt írnak-e róla, de hogy az Algetár Akadémia, Brackenhide Hollow, a Halls of Infusion, Neltharus, Ruby Life Pools, Azure Vault, a Nokud Offenzíva és az Uldaman, tehát hogy ezek azok a Mythic pluszos dungeonok, amiket lehet majd tolni. Mi az, ami még itt érdekes? Érdekesség... Hát nem tudom, hogy hol írnak erről szintén, de a lényeg, meg lehetett szavazni azt, hogy a Season 4-ben ugye nem jön új set, hanem a korábbi set bónuszokat lehet használni, illetve a korábbi set kinézetet is. És mindenki meg tudta szavazni, hogy mondjuk például az Evoker az megkapta a Season 1-es set kinézetet, és az Augmentation Evoker az a Season 3-as bónuszánál maradt, tehát igazából az nem változott. A Devastation Evoker pedig a Season 2-es bónuszát kapta meg, és egyébként 23 klassz spece maradt a Season 3-as bónuszánál. De voltak, akik így gondolom kiválasztották a legjobbakat, a legópébbakat, de például 23 az így maradt a Season 3-as bónusznál. Április 30-án fog jönni egyébként a Northrendi kupa, amit mindenféleképpen meg fogunk nézni, ez a sárkány versenyzős, illetve mikor is jön? Hát valahogy május elején majd jön egy patch, vagy ilyen questek, nem érdekes. A WoW Remix, a Pandás Remix az május 16-án jön, és van itt pár érdekesség, amit még felírtam, hogy jó pár korábbi trinketet átdolgoztak, illetve, hogy lehet, hogy még bugos a heti quest, a Timewalking láda.
nem tudom, azt mikor lesz majd érdemes kinyitnotok, mert ugye a heti quest az az, hogy le kell nyomni a Tywalkingokat, és akkor kapsz belőlük jó gírt. Itt van egyébként a roadmap. Igen, a 10.2.7 jön majd valahogy május elején, ugye most jött a Season 4, és hát valahogy hát a Panda Remix az meg ugye május 16. Hát ez meg már itt a pre-patch nyáron. Oké. Okay. Na, ezt akartam még nektek itt mutatni. Azt mondják a Reddit népe, hogy érdemes megcsinálni a jelenlegi eventeket, az activity-ket, a Siege of Dragonbane Keep-et, a Community Feast-et, meg ezeket, mert ebből jöhet jó gear. Ebből ilyen veterán gear-t lehet összeszedni. A veterán gear, az pedig itt van. Veterán gear az a 480 és a 489 között van. A Time Walking-os ládát már javították, zsír, köszi az infót. Itt van az Awakened gear, amit ugye a raidből lehet kiszedni, ez ilyen 493 és az 502 között van. Ja, úgyhogy itt van, hogy mi honnan szerezhető meg, honnan tudjátok kigírálni magatokat, ez egyébként egy tök menő kis guide. Ja, eventek azok jó kis ketchup gírt adnak. Van még itt valami, amit akartam nektek mutatni? Igen. Itt van a Season 3-as recap. A recapem. Meg tudjátok nézni magatoknak is egyébként a Radar Eye-on a Season 3-as recapeteket, hogyha így akarjátok. Itt van 39 specből 34-jel találkoztam raidben, és 38-an mythic pluszban, és a retripala volt a legsűrűbben, akivel így találkoztam. Itt van retripala, Vengeance Demon Hunter, Havok Demon Hunter, Disc Pup, Resto Druida, és itt a végén egyetlen egy Afflilock volt, egy Survival Hunter és 3 Devastation Evoker. Meg itt van a Cement Shaman, az Asszorugó is, Feráld Ruida is a végén. Itt van a Gear Evolúciónk, nem tudom, hogy ennek van-e értem, hogy bele nagyítok, de itt van az is. 442-n kezdtünk az első héten, 446, 448, és itt január 10 és 24 között ugrottunk egy nagyot, majd március végén ugrottunk még egy nagyot. Aztán így megálltunk 480-on, mert ott már gyakorlatilag elkezdtük ugye a papozást, szerintem itt valahol azért is vagyunk szürkék. Itt mutatja, hogy melyik volt a legnagyobb gear upgrade-ünk, melyik bossból mennyit öltünk le. Itt van, hogy melyik boss hány poolból halt meg. Hát a firakos 3 poolból halt meg. De hát ez nyilván nem az első heteken öltem. Itt van, normál 1 óra, heroic 1.54, mythic-en meg nem voltunk. Itt van a mythic kulcs progressionünk is, 13-ason kezdtünk, 16-os ment már mondhatni második héten. Nem tudom, ezek annyira nem mizém. Tehát, hogy én azt hittem, hogy itt lesz majd ilyen fejlődés, de 16, 18, 20, tehát hogy így igazából nem volt olyan szép emelkedő a statisztika. Na nézzük. Itt van, hogy főleg Augwalkereztem, de volt Shadow Priest is, meg Devastation Evoker, meg Holy Priest is volt így trekkelvám. Itt van, hogy a top mythic kompunk a Vengeance DH, a Disc Pup, az Aug Evoker, a Fury Warrior és a Retripala. Van ugye a többi kulcsra is. Itt van, hogy 14 Black Rook Holdot mentünk például. Itt van, hogy a Radar Eye score-unk hogy fejlődött, ez tök menő, amúgy nekem tetszik. Ez tetszik. 94 dungeon nyomtunk le. Ami egy nap 12 órának felel meg. Itt vannak a Mythic Plus-os bádiaim. Chris-szel 11 rán, Neomer-rel 8, Umbrával 6,
Jocival 5, és Rejuviciussal 5. Ez kemény amúgy, nem gondoltam, hogy azért jó párótokkal ennyit játszottunk. Ja, és ennyi. Ti is meg tudjátok nézni. Ja, igazából ezt így még meg akartam nektek mutatni, mert a gírelődés, meg mindjárt gyorsan megnézem, hogy mik voltak a chaten, mit írtatok. Kár, hogy a veterán gír teljes mértékben eltűnt, inkább az Explorer meg az Adventurer tűnt volna el. Igen, ezek autópálya elnevezések, az M0 meg ilyenek is, Istog, igen. Örülök, hogy itt vagy végre a legkedvencebb vovos nézőm, Istog. Na. Felvesszük a heti questet. 5 Time Walkingot majd le kell tolni. Annyi pontosítás, hogy heti szinten fognak változni a rédek. A 7. héttől pedig minden övékend lesz. Pedig itt a hivatalos közleményben, nem tudom pontosan hol, és csak itt van, ez egy blue post. Week 1 és 2, week 3 és 4, week 5 és 6, week 7. És ez a blue post, ez a blue post április 24-ei, tehát ez így mai. Mondjuk nem tudom, hogy ezt így hol írják. Every week. Ja, hát akkor azóta lehet, hogy javították. Ja. Lehet, hogy javították. Én adtam a 2-től 8-ig kulcsokat, mert lehetett transmogot farmolni. Igen? Na, gyorsan. Mi lesz ma megnyomva? Gírelődés lesz ezerrel. Gírelődés lesz ezerrel. Másik questet is érdemes felvenni? Na, milyen questet? Oda néz. Jött egy wrist. Egy upgrade, amit valószínűleg már az is lehet, hogy ma lecserélünk, ugyanis minden Season 3-as cucc már Legacy lett, tehát így ki van szürkítve, ott van, hogy Dragonflight, Season 3 Mythic Plus-os gír. Na hát, akkor ezt így fel is vesszük. Na, de nem változott az item level, 480-ban maradtunk. Másik quest is a főtéren érdemes fölvenni, azt küld el az activity-kre. Ja, hogy ezt? Aha. Aha. És akkor gondolom ez az. Last hurrá. Az utolsó hurrá. Nagyszerű. Jó. Na, én amúgy arra gondoltam, hogy rögtön már így az elején megyünk is egy mitikest, és utána pedig így megnézünk más dolgokat is. Jó. Pribék. Na hát, 6000 pénz, meg 28. Jó, azt elnyomjuk. És akkor mehet. Szerinted érdemes újként belekezdeni? Én szerintem érdemes hovozni, hogyha így bejön a dolog. 8 plusz, na olyat biztos, hogy nem fogunk menni. Azon felül, amit elmondtál, a Raid Finder-t is érdemes letolni, onnan is eshet veterán gír. Ó, köszi az infót. Na, hát én 7-es biztos, hogy nem. 7-es biztos, hogy nem. Mondjuk az lehet, hogy az lehet egyébként, hogy a 7-es ez akkor érdemes bemenni így BL-el, hogy kihasználjuk azt, hogy BL kell nekik. Na nézzük, én amúgy így alapvetően azt mondom, hogy 3 és 5 között. 3 és 5 között valami. Igen, ami most esett a vaultból, az S3-as loot. Big Blaster. Na, ezeket a szűrők, ezek nem tudom miért voltak benne, de most már nincs. Tehát, hogyha újként belecsöppensz a WoW-ba, ahogy Meo is mondja, el lehet veszni.
Na, az 5-ösre 3K-s fiúkat várnak. Jó, akkor 3 és 4 úgyis egy csomó nyomják. Azur Vault, Brackenhide, na mehet a Brackenhide. Outwalker, amúgy ha valaki akar jönni játszani, szóljon nyugodtan, és akkor mehet majd. Plusz 7-es. De az hogy jött oda plusz 7-es? Nem működik a szűrő? Valószínűleg nem működik a szűrő. Ezen felül van egy World Boss, Taldras húsban levő Pocket Universe, onnan is kaphatsz veteránt. Taldras hús. Jó, hogy itt, ott bent, a temporál konflux felem. Ha állom az előfizetéseteket, akkor jöttök? Na, ez micsoda deal. Na, Pulse of Infusion, let's go! Jön Chris, na zsír. Mehet majd Chris ezután. Bár ezután nem biztos, hogy mitikezünk, de ma még biztos fogunk mitikezni. Hát igazából a WoW-ban úgy contentben úgy lehet elveszni, hogyha mindent is meg akarsz csinálni. Akkor el lehet veszni. Nagyon durván el lehet veszni. Mehetne trófájára, ha viszább. Felraktam a Hekilit, mert mondtátok, hogy az kell a paphoz. És most megnézzük majd Evokerrel, hogy milyen. Nem tudom amúgy hol van a dungeon bejárat itt. Nem? Egy elejjebb. Ujjjj, az baj, nem baj. Hopp. Oké. Okay. Azt hittem leesünk. Lehet leporolom a monkot estére ezután a felvezető után? Hát, utolsó szezon igazából. Nem tudom mi lesz még így újdonság az utolsó szezonban. Ez a Hekilit. Ez. Ez gáz. Sejtettem, hogy gáz lesz. Mi lesz a következő? Healbottal fogunk healálni? Hely! Akkor most season elején érdemes lehet craftolni itemet? Nem tudom, ezt nem vágom. Nem tudom, hogy érdemes-e craftolni itemet. Hova, hogy kell belekezdeni, nézel videót a kariról, amit kinéz, de utána nézel videót az összes dungeon, és hogyha ezzel végeztél, ami kb. Egy hét, lehet utána vovozni. Én is előfizettem, előveszem a sámánom, megint meghúzok egy Frost Mage-et. Uff. Itt van egy Hand of Adal. Hát az első karakter az olyan, hogy elkezdesz vovozni, így ismerkedsz, hogy akkor most hogy lehet targetálni, milyen képességeket nyomsz, lenyomtad, elérted a max szintet, így csinálgatod a dolgot, és akkor utána jöhet a játék. Egy hétig mehet az addonokkal foglalkozni. Szerintem amúgy így az elején kb. Felraksz egy DBM-et, és amúgy azzal el vagy. Egy jó ideig. Amúgy. Felraksz egy DBM-et, meg egy DPS métert, és akkor tudod mondani, hogy aha! Nézzétek, milyen jó voltam! A többiek meg milyen szarok voltak! A DBM meg azért, hogy így tudjad, hogy mi van, és nem kell bemagolni, hogy így minden kép, ezért. Tehát, hogy minden dungeon, minden bossának a képességét ismerd. Hanem, hogyha így szól a DBM, hogy hello, akkor így azt mondod, hogy
hát ez valami újdonság, akkor most nagyon figyelek. A sodot nem epörgetem, nem leálltam velem, mert elment a kedvem. Elment a kedvem, amikor második karaktert húztam fel, ugyanarra a szintre, ahol az első volt, kicsit tovább mentem, és azt mondtam, hogy nekem az, hogy még egy ugyanolyan karaktert húztam fel, csak másikra elmen, ez így elvette a kedvemet. Ja, én felraktam a Hekilit, mert ajánlottátok, hogy az így kell, és akkor én meg úgy voltam, hogy hát megnézzük, tehát hogy így igazából megnézzük, hogy milyen. Még így nem próbáltam ki élesbe, csak mondtátok, hogy kell, de amúgy ezt a Shadow Paphoz mondtátok. De inkább a Big Wix meg a Little Wix javaslod? Na, hogy? Az miben jobb? Azt a 2%-os kulcsos dolgot még mindig nem tudom mi és miért annyi. Hát mondom, én azt tudom elképzelni, hogy nem használtad ki a klasszod teljes potenciáját. Illetve meghaltál párszor. Tehát ha meghalsz, az nagyon durván vissza százalékba, mert gyakorlatilag olyankor nem vagy aktív. Nem tudom, én valami ilyesmit tudok így felhozni emellett. Ja, nyomunk fiárost. Azt akartam. 3, 2, 1. Szeva, 8. A Hekiri olyan, mint a pótkerék a biciklén? Jó, ez amúgy jó volt, így es, hát ahogy látom, elég rossz helyen van. Tehát ha valamiben nem jó, az, hogy hol van elhelyezve. Van DH, igen. Melyiket is Q-val tudjuk leszedni. Amúgy tényleg azt nézem, hogy így tök jó dolgokat javasol ez a Hekili, hogy így miket nyomjak. Ja, tudom, át lehet rakni, csak így most már egy miti közben nem akarom keresni, hogy mit kell és hova kell. Na hát ez jól benyeltük.
Mondjuk erre lehet, hogy felesleges volt elnyomni a linketet. Ja, erre felesleges volt. AOE incoming. Run out. Watch your step. Volt egy kis FPS esés. Ó, mondjuk arra elmehetett volna. Közben itt próbálom nézegetni, hogy... Mit javasol közben itt a Hekili? AOE incoming. Ez tök jó. Augment evokálnak nekem nagyon tetszik egyébként. Mármint, hogy nem azt mondom, hogy én most ezt akarom így használni. De hogy így, amúgy ez tényleg tök jól ki van találva. Ja, hát ez most már csak meg lesz. Szervusz, Márk! Szevasztok, srácok! Shockwave. 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 Milyen szintű most az evokered? Ezt hogy érted? 70-es. Dragonflight eleje óta kb.
Shockwave. Nem level 4-8-on. Hát milyen szintű az a szint a ízére szokott vonalat okozni. Karakter szintjére. Te vagy lemaradva, vagy ezek most nagyon jó playerek? Nem értem, most ezt miért kérdezem? Nem tudom. 4.88, 4.86, 4.74, meg egy 4.80-as van. Nagyjából hasonló gírbe vagyunk. AOE incoming. Watch your step. Run. Run out. AOE incoming. Watch your step. Run. Ez ennyire fog fájni. Kiköpött. Ja, hát ez fájni fog, mert belerepültem konkrétan a szájába. Akkor jó. AOE incoming. Watch your step. Run. Hú, de idegesítő, hogy az új addon a Hekiri az ott a képernyő közepén van. Run out. Hát mondjuk erre CD-zni már megint hülyeség volt. A DPS miatt kérdezi? Nem tudom, hát azért kérdezem. Ha DPS miatt kérdezed, ott van halványan, hogy nagyjából ott kulogunk a DH mögött. De még mindig augment evoker vagyok, szóval, hogy így a DPS mérők azok így még mindig nem a izét mutatják a real-t. Azért kérdezem, hogy mire gondoltok. Semmi gond, tehát azért kérdeztem, hogy mire gondoltak már így, akkor ezért világos lesz, hogy mi érdekel. Hát, múltkor izével nyomtam aha, de
szerintem egy új szezonban jó lesz az augmentev akár. Lehet meg kellett volna tartani a CD-t. Következő pakra. Ez valószínűleg miattam jön be most. Breath incoming. Jó van. Ja, a múltkor igen, Devastation nyomtam, de az a helyzet, hogy arra így rájöttünk, hogy ahhoz más statok kellenek. Szóval tök jó lenne Devastation evokerezni, de nincs hozzá gírem. Breath incoming. Igen, rosszá kezdtem. Ez mi? Find shelter. Édes Istenem. Watch your step. Azért, ez kemény volt. Nem tudom, milyen gyorsan halt a srác. De gyorsan elullott. Megint meghalt. Ő nem vágja a taxot vajon? Nem figyeltem, hogy hol áll. Ja, azt írja, sorry, de nem vágom, hogy mit csinál a boss. Hát igen, mondjuk itt. Akkor ez előjön. Find shelter. Amúgy ennyire azért nem nehéz. Kicsit DPS meghal. Ennyire azért nem nehéz ez a boss. Vét, amúgy szerintem a full csapat így nem vágja, hogy mit kell itt csinálni. Vezetelni akarnak, vagy amúgy mit csinálnak? Find shelter. Halljunk meg. Szerintetek? Ja, hát amúgy rezetelnek. De amúgy írhatnátok volna. Watch your step. Na és most mi lesz? Most mit csinál? Azt mondják, don't stand in the fire. Ennél a bossnál van fire. Akkor jó. Én nem tudtam, ennél a bossnál van fire. 480 item leveles weapont és linketet kaptam a leves főzésnél. Ja, azt érdemes nyomni. Azt érdemes nyomni. Ugye kiderül, hogy hát én nem is... Én most komolyan nem vágom, hogy van fire ennél a bossnál. Küld jeges tornádót, be kell állni az ice block mögé, nem szabad beleállni a jégbe, de hogy most ők mire gondolnak, azt nem vágom. We'll build a new world, free from their corruption. Hmm.
Find shelter. Watch your step. Find shelter. Nem kasztoltuk el. Szívás. Watch your step. De miért mindig engem? Find shelter. Épp azt akartam mondani, hogy a tankos csóka nem akarja arra vinni egy kicsit a boss-t. Hogy így ne a törött, jégizé mellett álljunk. Watch your step. Na, legalább nem engem célzott most. Find shelter. Hát, de amúgy, hogyha arrébb hozná, szerintem arrébb lehet amúgy hozni a boss-t. Akkor nem lesz az, mint most. Szerintem. De mindezt úgy mondom, hogy én nem vagyok WoW Pro. Na. Amúgy ez elég cinkes, megelőztük a DH-t. A DH-t, aki meta. Mondjuk attól, hogy valami meta, attól még... Szétüt! Hát szétüt! Szétüt a mob! Szétüt a mob, te szerencsétlen! Hát édes Istenem! Hát mit csinál? Jó, hát amúgy tudtam volna lökni rajta. Végül is. Tudtam volna lökni rajta. És akkor lehet, hogy 2 másodperccel később halunk meg. Jó, amúgy ez alapján, hogy így bejöttünk ide úgy, hogy nem vágják, hogy mit csinál a boss. Ja, még rossz irányba megyünk. Aha. Plusz 4-esen, úgyhogy ledamoljuk a DH-t boss fighton. Lehet, hogy menne a 4-nél nagyobb is. Sziasztok, hello, itt vagyok én is most, hello. Hát, amúgy elnyomjuk. Édes Isten. Jó. Hova rak vissza? A legelejére. Addig repültem, hogy visszarak a legelejére. Nem baj. Még mindig jobb, mint meghalni. Knocking bag. Tehát a zsák, amit lehet ütni.
hát ez a noboskodás, amit ott a végén műveltem. Nem volt a legjobb. Na. Tsunami! Hogy damoljuk le, srácok, a Shadow Papot? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mit mond majd a Warcraft log. Ez jó volt. Miért bejeleztek el a kis minionokra? Én nem vágom, ez ilyen izé. Ezt így kell csinálni. Abba szépen beleálltam, mint egy igazi noob. Én bejeleztem? Nem. Nincs rajta CD. Te bejeleztél el? Nézd, hogy még rám fogja. Látszok, nem szép dolog rám fogni, hogy nuboskodok. Tudom, hogy nuboskodok, de ezt most nem én csináltam. Ha én bieleztem volna el, akkor rajta lenne a CD, nem? Jó, ez most már akkor meghal. Erről más utat teszed be? Na, kaptunk egy 499-es kesztyűt. Na! Jó van. Azért nem volt ez olyan vészes, mint ahogy azt lefestettem. Persze, hogy a sámán BL-ezett, mert ha én elnyomom, akkor 5 perc CD van a BL képességemen. Ja nem, 4,5 perc, szóval ha én nyomtam volna el, akkor azon CD lett volna. Ha más elnyomja a BL-t, akkor kapunk Exhaustion-t, és én még attól ugyanúgy el tudom nyomni, úgy mint a, azt hiszem a mágusoknak van olyan talentje, hogy dupla BL, azt hiszem amúgy az most már pont nincs. Vagy kivették, vagy átdolgozták, nem tudom. Na, megvan az első 499-ünk. Na és mit mond Mr. Warcraft Log? Damage done. Itt nem írja az izéket? Valószínűleg így még az elején nem írja a százalékokat. Jó van, akkor azt mondom, hogy jó van ez így. Tegnap még volt dupla BL-je a mágusnak? Azt hiszem azon akarnak valamit átdolgozni. Jó, és hogyha mondjuk így nézzük. Ihantir. Ja, itt még ugye nincs annyi parc, hogy így megmondja, hogy milyenek voltunk. Hát akkor nyomjuk. Így. Oké.
És milyen eventet kell nyomni amúgy? Most, hova érdemes mennem, amit így érdemes megcsinálni? Bosszokat ölni? Megcsinálni a... Emerald Dream-et? Emerald Dream jön majd mindjárt. Most kezdődik a Dragon Siege kép. Ja, látom. Köszi amúgy az infót, srácok. Szevasztok, szevasztok. Jól van, Screw. Nézzük. Ismeri Teamvel, te is azt csinálod? Nyomod a gírelődést? Azt mondja, 20 szek. Addig oda kell érni, srácok. Eltűnt. Az normális, hogy eltűnt, srácok. Az előbb még számolt vissza. Az itt van valahol, itt kezdődik. Valahol itt. Most nem tudom amúgy eldönteni, most jók vagyunk, hogy itt állunk? Csinálunk emeráldot? Csinálhatunk majd ezután. Nem tudom, ez mennyi idő alatt megy le, de szerintem mire visszamegyünk. Mert hogy mire ez meg lesz, addigra pont az emeráldot is betolják úgy, hogy a végét el tudjuk csípni. Itt van a békás kocsi. Mire várunk? Itt lesz az event. De nem tudom, nekem nem jelez semmit. Nekem nem jelez semmit egyáltalán. Many deals for a friend of the Grumbles, like you. Itt van, amúgy. Meg lehet simogatni. Akkor időben, de fura volt, hogy így nem jelez semmit. Itt van univerzális. Megnövelt méretű. Itt nincs visszaszámlálás, vagy majd egyszer csak elindul az event, és akkor örülünk. Ezt nagyon sajnálom, srácok, hogy a Shadowlands-be ezt a mountot nem szedtük ki. Ugye a mythic rewardos, mythic plus rewardos. Pontosabban, hogy is hívják ezeket? Keystone-os. Az Keystone Master-es. Jaja, az a Zoli. Megnéztem amúgy milyen a Season 4-es Keystone Master kodó. Azt hiszem, ha jól láttam, az ilyen fekete és kék extrák vannak rajta. Hát... Shadowlands jobb. A Shadowlands-esek azok jobbak voltak. Oh my god, oh my god, magyarok a cseten, magyarok a cseten. Júj, hát amúgy nem is mutattam nektek, hogy megvettem a War Within akármicsodát. Megvettem a War Within-t, és hát még nem is néztem meg, hogy amúgy mik jártak ezzel. Itt van például ez is. Az a baj a Keystone Master Mount-tal, mint a Vicious Mount-okkal is,
nem is repülnek, így alig használod. Hát ja, de mondjuk izébe bevinném, dungeonbe, vagy ahol nem lehet repülni. De ez most ez nem tud repülni. Ja, hogy Dragonflight-ra gondolsz. Itt van Juci is. Ja, hogy a mostani nem tud. Ja, értem. Hát igen. Most érted, de most ez olyan dolog, hogy amúgy ez se tud repülni. Szóval Dragonflight Epic Edition-höz, vagy mihez adták ezt a mountot, ami nem tud repülni. Mármint, hogy Dragonflight-os repülést nem tud csinálni. Sziasztok. Üdv mindenkinek. Szia, ismeretlen WoW player! Majd tud a következő képben. Jó, de érted, most ezt adják a kiekhez. Az egyik nagy feature ebbe a kiegészítőbe, hogy jön a Dragon Riding, és amit kapsz, az nem tud repülni. Érted? Tehát, hogy nem tudod használni. Most ülsz rajta a Valdrakkenbe. Hatalmas like. Warwinében fog majd tudni repülni? Nice. Ja, benne vagytok most a tévébe. De vajon mikor indul az event, mert így az emeráldos izéről lemaradunk. A Dream Surge, vagy hogy is hívják azt az eventet? Nálad bugos volt a Feast? A Super Bloom. Ja, a Super Bloomra. Az még egy 5 perc és véget ér. Sokat megcsinálnak, illetve lehet is majd váltani, hogy Dragon Riding-olni akarsz, vagy a sima régi. Aha! Na jó, hát ez most szerintem nem indul el, amúgy. Én átmegyek izélni. Menjünk Super Bloom-ozni. Szerintem ez most így bepagolt. Délbe fog elindulni? Ja, de itt volt a visszaszámlálás. Itt volt a visszaszámlálás, hogy mindjárt kezd. Nézzük, nincs is módja, azt repül. Hát igen, ez konkrétan a fly hack. Az viccesebb, amikor ugye át van alakulva a karakter. Most már az hekili talán át lehetne rakni. Heki... Akili. The Nokud are unwavering in their combat prowess. Disrupt their training and eliminate their forces. Buy us precious time to retaliate against them. Aha. Akili primary, Akili AoE. Jó, akkor ez jöhet ide le. Ott azt hiszem nincs semmi, nem zavar semmit. Jó. Aha. Ezek a gombok nem tudom, hogy mit csinálnak, de biztos jó lesz. Notifications. Persze. 2 óránként szokott menni, az első órában elfoglalják, a másodikba pedig reinforce-olnak. Aha. Akkor nem tudom, hogy miért nem számolt vissza. Most már nem tudom felvenni a Super Bloom-os questet, igaz? Vagy még fel tudom szerintetek venni? Mert azt hiszem valahol itt lehet felvenni. Alapból. De itt most nem jelez semmit. Fel tudod, Ctrl-J, és akkor ott kikeresed. Ctrl-J, nekem az a community-t hozza elő.
Ja, itt is fel lehet. Ó, de amúgy ezt nem tudtam. Valószínűleg az Adventure Guide-ba vagy hol lehet felvenni. Shift-i. Aha. Ja, valószínűleg itt valahol meg lehet keresni. De nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Amúgy. Az a baj a hekivel, ha már tudod használni a karaktert, akkor annyira nem jó, mert nem veszi figyelembe az istenbe, hogy hogy halad a party, mikor van boss, stb. És LCD-zel rossz helyen. Ja, de így a kezdésnek egyébként jó. Én most csak arra voltam kíváncsi, hogy itt mit javasol a contenten belül. Content, és akkor itt ki lehet keresni, aha. Aha, nice. Ott van a Community Feast is. Nice, köszi amúgy az infót. Amúgy ez a Hekili nekem arra jó például, hogy én nem szeretek karaktert boostolni, mert a leveling alatt meg tudom használni a karaktert, és akkor a Hekivivel nem kell meg tudom használni a karaktert a leveling alatt, hanem fel lehet boostolni, és akkor azon a hátrevő pár szinten meg tudom használni a Hekivivel a karaktert. Ja, amúgy ez így nem hülyeség. Gyorsan átmegyünk. Ja, én az alapokra izét használtam a szintezést, és akkor úgy kitanulom a karaktert, de ezzel így lehet spórolni, úgymond. Az idődön. Igen, ez a játék most nagyon megéri, Zsombor. Ez most nagyon megéri. Ez az igazi játékélmény gyilkosadnom. Hát... nem tudom. Nekem most tényleg az, amit így felfedeztem benne, hogy a leveling helyett ezzel meg tudok játszani, és nyilván finomítgatom a végén azt, hogy mikor mit nyomjak el. Nem tudom. Hát most egy leveling mennyi? 12, mondjuk, hogyha valaki tudja, hogy hogy kell power levelingelni, akkor nem 10 akár, 10-20 óra. De ha valaki nem tudja és az alatt megtanul játszani, akkor mondjuk egy... nem tudom, de jó pár órával redukálni tudja a tanulási fázist. Szerintem. Elveszi az MMO azon részét, ami a felfedezésen alapul, nyilván nem a retail-es levelingről beszélek, már az nevetséges. Hát az nincs. Az nincsen. 1 és 70, az 2 óra boost party van. Az kemény amúgy. Cyanoriens, szevasztok. Az a helyzet, hogy... ja, majd meg kell nézzük pappal is, hogy milyen a Hekili, hogy így mit mond, hogy hogyan és mibe kéne máshogy játszani, arra kíváncsi leszek. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire játszom jól a Shadow Puppot. Most nyilván az, hogy egy Mythic Dungeonben mibe kéne több mindent csinálni, azt nem fogja megmondani a Hekili. A Hekili az konkrétan mutatja a rodát, a következő képességet. Aha, itt mutatja, hogy ezzel kezdünk. Trinket, akármi. És akkor így mondja, hogy mit kell csinálni. Így van, azt kell nyomni, amit látsz. És akkor még ott van az is, hogy melyik bindon van. You have
returned. Heavy, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot. Itt is látjátok, például azt mondja, hogy nyomjam a sima izé képességet, a disintegrated, de hát teljesen fölösleges, mert sok a mob. Sok mobnál minek nyomjuk disintegrated, vagy attól még kell. Azt hiszem, hogy én most itt a nagy okos vagyok, aztán közben. Itt lehet, hogy kell nyomni egy gombot, hogyha mondjuk AOE-zni akarok. Mert hogy itt volt egy olyan is, hogy AOE. De azt mondjuk nem tudom, hogy hogy kell előhozni. Azt még nem tanultuk meg. Ezért is szeretem jobban a PvP-t, mert ott nem arról szól, hogy bemagolod a taxot és végigrásolod, hanem sokkal inkább a saját skilljeidről és a tudásodról szól. Ja. Megvan a PvP szépsége, igen. Hát ott ugye az a jó a PvP-ben, hogy ott aztán teljesen arról szól az egész, hogy az emberi változó, ami benne van, hogy nem nagyon vannak ugyanolyan. Hát mondjuk lehet, hogy magasabb szinten igen, de hogy nem tudom én, vagy pont a közepes szinten, hogy ugyanolyan meccsek mondjuk. Milyen király lenne, hogyha amúgy lenne ehhez a buildhez gírem. Tehát ebben a szezonban megpróbálom amúgy a Devastation gírt is összeszedni. Ne járjak úgy, mint most, hogy így kidobáltam a cuccokat, aztán nincsenek meg a statok. Ha jól játszanak, akkor magas szinten eléggé sok játszma van, hogy melyik CD-re mit nyomsz és melyik költök. Aha. Na, mindjárt jön a bosszos, és akkor arra lehet nyomni a CD-t. Na. Megdúrogtattuk. Arra gondoltam, hogy Blood DK-val nyomom le ezt a szezon. Na hajrá! Szava Darkness! Na nézzük! Ja jó! Nem jó. Mi ez? Ez mi? Mi ez a fos? Akkor ez most megértem. Ez most megértem. A 499 az a mítikből esett. Ezt már a vendor se veszi meg. Jaj, hát ez a show volt. Megérte ezt a Super Bloom-ot lenyomni. A 463-as Explorer itemért. Azóta nem indult el a másik event? Ja, hát akkor az valószínűleg délbe fog. Na jó van. Akkor jó van. Akkor mehet a mítikus. Bocsánat, nem mítikus. Az a kérdésem, srácok, hogy most, Terpil, hova érdemes menni? Leütni mondjuk a World Boss-t?
Most van ilyen, hogy World Boss amúgy. A Dream Surge, Heti Quest és a Veterán Gear-t ad. Ah, igen. Én szerintem nem nagyon csináltam még ilyet. Azaz, amikor 3000 reput kell összeszedni? Akkor még jó, hogy elnyomtam azt az ezereset. Hol is vannak? Bostani boss, amit írtam, az a Liskanot. Ő van akkor itt. Raidre is érdemes bemenni? Nem ez az. Emerald Dream. Ja, hogy ez. Aha. Kész. Jól van. Okés. Kész. Na, most melyik jött? 460. Nem erre gondoltál? Akkor jó. Akkor... akkor biztos erre a last hurrára. Honor of Plains. Ez a Shaping the Dream Search. Yeah. Aha. Most mondja, a Time Walking, ott is van Quest 5 Dungeonért, 493-as gear. Jó, akkor mehet az is. Mehet az is. Aki akar jönni, izé, Time Walking, nyugodtan X-eljen a community-be, és akkor megy az invító. Ja, hát ezt akkor benéztem. Van amúgy ilyen addon, ami így trackeli ezeket az eventeket. Meg gondolom Vikaura is. Azokban nem vagyok otthon. Én felvettem a questet Valdrakkenben. Ez volt ez a Last Hurrá, vagy micsoda. Erre gondoltak szerintem. Nem? Ja, hogy a Time Walkingra gondolsz. A Time Walking... azt is szerintem felvettük, bár nem tudom, hogy azt hol kell megnézni. Ott van. Ja, az is fel van véve. Na jó, akkor bejoinolok, nem ért senki. Szóval azt mondja, ready set stream, hogy érdemes lenni raidet lenyomni. Jó. Another photographer is always welcome. Sose játszottam WoW-ot. Amikor elkezdődött a WoW-ozás, akkor kicsit sokaltam a havi előfizetést, hogy akkor még nem is dolgoztam, mikor meg már lett volna rá pénz, akkor úgy éreztem, hogy késő neki fogni. Szerintem sose késő neki fogni. Most, hogyha az számít, hogy mások már mennyi év tapasztalattal rendelkeznek, igazából, hogyha nem akarsz másokkal versenyezni, akkor nem számít, hogy mikor kezdesz bele a játékba. Szerintem a WoW az így még jó pár évig biztosan ki fog tartani. Ezért mondom, hogy nem késő belekezdeni. Ha versenyezni akarsz a több éves tapasztalatú játékosokkal, hát akkor nyilván hátrányod lesz. De szerintem bele lehet rázódni. Várom-e már az új kieget? Hát kíváncsi vagyok rá, hogy így milyen lesz, de így nem vagyok hyped. Hogyha arra gondoltok.
Ú, milyen menő. Azt tud valamit ez a madár? Szia Ali, szia Fish, üdv mindenkinek, srácok. Always temper your strength with wisdom. Farewell. A WoW-ba egyébként az a jó, hogy így megtalálod a magadnak való elfoglaltságot. Ha valaki PvP-zni akar, akkor az is van, számos PvP activity, PvE-be is van, jó pár lehetőség. Hogyha nem PvP-PvE-zni akarsz, hanem gyűjtögetni, akkor arra is van lehetőség. Farmolni, grindolni is van lehetőség, abból is tudsz profitálni például. Megváltozik a boost spell. Aha, látom. Ez a lightning rush az. Na nézzük. Tíz stack static charge-nál érhető el. Hogyan szerzünk ilyen static charge-ot? Nem tudom. Illetve ezzel kapod meg a speciális dragon részeket. Speciális dragon részek. Vannak ilyen különféle versenyek? Igen. Azt olvastam a reggel, hogy a Time Walking Lada bugos volt és 3.95-ös item level dobott. Nem annyi, ami rá volt írva, elvileg fixelték, szóval nem tudom, hogy a UBA is fixelve van. Azt írták itt a srácok, hogy már azóta jó. Hát, bíztam benne, hogy kimegy a trinket, de nem ment ki. Hát, meg most így majd kitapasztalom a saját bőrömön. Én jó sok éve hoztam, kisebb nagyon megszabadításokkal, szerintem bármikor érdemes elkezdeni, és a történetet könnyek forrájával elolvasni, varázslatos világ. És ahogy így mondtam, mindenki meg tudja találni a kedvenc részét, elfoglaltságát. Ja, ja, ja. Van amúgy egy jó kis magyar oldal is, valami WoW-lore fordítások, ott is érdemes így olvasgatni. Hogyha a könyvekkel mondjuk már megvagytok. Hoppá, most nézz, hogy nagy CD-nk volt. Igen, ez a Time Walking. Mondták el srácok, hogy érdemes lenyomni, úgyhogy jó gír essem. És akkor hát, ha tudok a 480-amon javítani egy kicsit. Azt néztem, hogy a 460, amire felhúztuk a papot, az kb. Ilyen Explorer gear. Ez most itt valami boss fight? Jó. Igen, veterán gírt lehet szerezni, vagy mi volt az.
Nem, de veterán gírt lehet szerezni Time Walkingból. Champion-t ad? Akkor az még jobb, mint a veterán. Mondjuk lehet, hogy oda is voltam úgy írva. Nem, itt nem látom a Time Walkingot, így hirtelen. Ez is egy boss volt? Oké, okay, akkor még van kettő boss. Jaj, akkor ezt adjam? Ha elkezdeni is a WoW-ot amúgy jó, mert hogy így már egy külön kis sziget van, ami így megtanítja az alapokat. Nem tudom, engem, hogy elkapott a WoW, most totál semmi kedve nincs hozzá, 3 hónapja le is mondtam, már nagyon ráuntam. Hát ez benne van amúgy. Benne van, hogy megunjátok a gémeket. Én most azt tűztem ki ebbe a kiekbe, hogy végig WoW-ozok, mert hogy így mobba csináltam olyat, hogy a kiegészítő eleje óta nyomom. Aha, level 20-ig ingyenes. Szerintem, aki nem akarja magától felfedezni a világot, az nem akarja nem MMORPG-be játszani. Hát, a WoW az így most már a trendi MMO vonalat viszi. Tehát, hogy így most már nem annyira van szó arról, hogy felfedezd a világot. Mármint, hogy nem azon van a hangsúly. Két éves előfizetés is volt, komolyan. Azt hittem, hogy az egy éves a legdurvább. Hát a level 20-as vovozás az így olyan, hogy kb. Megismert, hogy amúgy ilyen lehetőségek vannak. De az így nagyon-nagyon keveset mutat meg. Ez így a lehető legkevesebbet mutatja meg a játékból. Egy éveset tettem 2-szer. Ja, értem. Hogy lehet amúgy ezt a static charge-ot szerezni? Na, eljátok, hogy elolvassuk. Olyan second wind-unk van. Én nem látok itt static charge-ot. A fal mellett kell repülni. Aha, látom. Wow.
Nem, még nem néztem meg a Warwidines ajándékokat, most kezdtem így nézegetni, hogy ez így micsoda. Jaj. Suffused ingot and molded metal for our bargain with Parak. Do not let these interfere. Ez amúgy nagyon kemény. These hot springs are positively bubbling over with elemental energy. Collect a few samples so we can see if it's affecting the local wildlife. Rostum. Mi ez a rostum? Flying Mount Transmog. Hát igen, 200 euró a fizikai kollektor. Megnéztem és azt mondtam, hogy jó, akkor nekem elég lesz az Epic Edition. Mert hogy 200 euró, de ide Magyarországra 100 euróért szállítanak. Értem, hogy a Flying Mount is testre szabható. Az itt van valahol, nem? Ó, már közben ennyi minden testre szabható? Még ez is? Ó, hát én annál voltam, hogy 4 Flying Mountot lehet testre szabni. De igazából, hogyha azt nézzük, hogy tehát, hogy a 300 euró az 120 ezer, akkor amúgy annyi egy kollektor. Na de, az a kollektor az nem tudom. Tehát, hogy nekem, én úgy érzem, hogy a kollektorban kevés dolog van. Tehát, hogy így van egy szobor, benne van az artbook, meg vannak pinek, meg ugye az in-game rewardok. De én keveslem a kézzel fogható rivaldokat. Az a 300 eurós árral, hogy a szobor, amit kapsz, az műanyag, míg a 15 évesnél a nagy verzió az egy fém szobor volt. Igen? Na menj már. A farkát is be lehet állítani. Mennyire epik amúgy ez a fekete. Vagy szürkés pirosas. Koronát is lehet rárakni. És akkor még lehet pimpelni a haját is. Jesus. Hát ez kemény, amúgy. Ez kemény. Szevajóci.
Mopót a gyűjtőjét veszek, és most nagyon gondolkodom, mert most mit kezdek egy hülye szobornál. Hát, mondom nekem, én nem tudom. Most így megnéztem azt a szobrot, oké, de így nem érzem azt, hogy az a szobor nekem így annyira tetszene. Tehát, hogy így nem tetszik a szobor, az artbook az, ami így érdekelne, pin az így meh, oké, de hogy így nekem így kevés. Én úgy érzem, hogy kevés nekem az, amit a kollektor ad a Warwidden-es. De hát, kinek mi, ugye? Na, az a kérdés, hogy leüthetnénk-e azt? Gondolom, oda kell menni. Azt hiszem, azt mondtátok. Ütünk még egy World Boss-t. És akkor megyünk még valahova. Nem tudom hova, valami eventet még utána megnézünk. Mikor kezdődik mondjuk a Feast? Az azt jelenti, hogy 5 perc múlva kezdődik? Hát addig csak leütünk egy boss-t, és akkor utána a Feast. Én már nem is emlékszem amúgy. Én már nem is emlékszem egyébként az S1-es raidre. De lehet, hogyha ott leszek, akkor beugranak, hogy mikor mit kell csinálni. Tizennyolc perc? Akkor az 5 az, hogy... Az nem tudom micsoda. Ott 4,5 percet ír, az akkor micsoda. Na, a Rassagetet én úgy csináltam meg a körvöt, hogy bementem, így néztem, hogy platformok, aha, és leoszta a raid. Én megörültem. They are using them to empower a monster that is to be unleashed upon us. The tread with caution. The storm has made the valley bitterly cold. Find ways to stay warm lest you freeze. Well done. The primalists will attempt to kill the portal. We can aid in its defense. Ja, hát igazából meg kéne néznem az összes, tehát az S2-es meg az S1-es raidnek így, hogy mikor mire kell figyelni, így megtanulni azokat, aztán be lehet menni. De így én most amúgy nem vágom, mit kell csinálni. És melyiket kell leütni? Azt a boss-t, aki itt repked, nem? Balra lent kéne lenni a tömegnek. Nem látok semmit, mármint egy ilyen jelölést. Én itt nem látok semmit. Meg csak a Stormot jelzi ide. Mint tevékenység. Még barám? Ja, itt. The beast ahead will threaten all who enter Braldrazus. Hoppá, itt már ölik. Na hát akkor let's go. Target you. The portals are closed, but the primalists have awoken their monster. Destroy it. Watch your step. Még itt is. Ó, pont elkapott, pont megcsípett. Watch your step. Van egy jó vika ura, ami mutatja, ha neked van valami dolgod, ha gondolod, belinkelem majd. Ja, arra szagettem? Target you. Mindjárt adok egyébként permetációt. Watch your step. Egyébként azon gondolkodtam, hogy miért van az,
miért van az, hogy a Devastation Evoker ilyen rohadt egyszerű, hogy kb. Két vagy három gombos, és hogy ott van a Shadow Pub, aminél így figyelni kell a dotokat, meg egy csomó mindent, hogy most én izé komplikálom túl, hogy a Shadow Pub az mennyire kell ott figyelni rá, vagy hogy amúgy ez miért lehet az, hogy az egyik klassz az ilyen nagyon könnyű, a másik meg sokkal nehezebb, mert én amúgy én nagyon sokáig nem hittem abba, hogy tényleg van az, hogy így két gombos egy karakter. Én nem hittem el azt, hogy tényleg két gombos egy karakter. Na, egy 480-asat kaptunk. Hogy mindenki megtalálsa a neki valót. Ja, de így, én nem tudom. Akkor például, hogyha egy Shadow Papot kezdek, akkor oda van írva, hogy az így a kezdő, vagy az ilyen haladó spec. Szóval, hogy így tudom elképzelni, vagy nem is emlékszem, Diablo-ba volt ilyen, hogy leírták, hogy az haladóknak való? Nem tudom. Két gombost könnyű megvonni. Aha. Lehet, hogy a... Mondjuk igazából, hogyha valakinek tehát, hogy valakinek egyszerű a Devastation, akkor még mindig tudja azt csinálni, hogy átmegy mondjuk augra, vagy átmegy healelni. Szóval van opció. Végül is. Na, ide eljöttünk, de nem tudom miért. És akkor Community Feast-et írtátok, hogy 41, szóval délbe fog kezdődni. Jó. Az még negyed óra. Addig szerintem lenyomunk egy time walkingot, nem? Már ha behív. Na, lett egy 480-as gatyám, de 489 van belőle, meg lett egy 499-es kesztyű. Amúgy ezt már le is lehetne cserélni. Mert hogy még úgyis megvan a set bónusz. Én nem tudom amúgy milyen a BM Hunter. Azt mondja, hogy Siege, Community Feast, Grand Hunt, Liskanot, igen, Dream Surge. Az S.H. Priest nagyon könnyű. Lehet, hogy könnyű, de nem két gombos. Tehát, hogyha az S.H. Priest nagyon könnyű, akkor a Devastation Evoker az, hogy is mondjam, az csecsemőknek való. Amúgy lehet, hogy a következő kiegészítőben mondjuk nem is Shadow Priest-tel kéne játszani, hanem a legnehezebb klasszal. Vagy mi is, speccel. Azok a klasszok nehezek, ahol különböző big CD-k vannak, különböző CD-kkel. Ja. Beívhatna a time walking. Hello, speak up now.
Hát de gondolom ezt azért mondod Géles, mert most így ebben a contentben főleg csak mongoztál, nem? Én a tank monkot, azt hiszem mobba nyomtam a tank monkot. Nem sokat. De az így jó volt, azt így szerettem. Mit mond az internet? Hogy is kéne megnézni? Na nézzük. Arms Warrior az most így a leggagyibak közé tartozik. Mondjuk ez még nem jelenti azt, hogy hány gombos. Tíz perc és event, most már nem érdemes menni. Akkor jó. Akkor kinyomjuk majd. Nekem mindegyik lasszból van, és mindegyik 470 környékére volt gírelve. Én például barizni szeretek, mert nincs kedvem túl gondolni semmit, mert öreg és fáradt vagyok, és csak ki akarok kapcsolni. Ja, így... Amikor így felhúztam most a Shadow Priest-et, és így tetszett, hogy mennyivel komplexebb a Devastation Evokerhez képest, akkor így azon agyaltam, hogy igen, lenyomtunk azt hiszem 23 mitiket, ugye most ebben a szezonban 60-at nyomtam az Evokerrel, tehát ahhoz képest a 23 a Shadow Priest-tel az így elég sok, főleg, hogy kb. Csak az utolsó, most tudom, 2-3 hétbe papoztunk, azt hiszem 2 hétben. Most van két hete, hogy 70-es a pap, és azon agyaltam, hogy igen, amúgy jó shadow papozni, de mi van akkor, hogyha valami egyszerűre vágyok, és akkor lehet, hogy pont az, hogy akkor meg nyomom az evokárral. Általában a kilgombos klasszoknál is tudsz többet csinálni, csak akarni kell, meg egy bizonyos szint után kell is. Utility skill-ek talán te kell használta. Ja, hát itt ugye lehetne lögdösni még pluszba szakításhoz, még amit így nem is használok, például azt az oppressing roar-t, azt még így nem is tudom, hogy... Azt még így hogy is kéne helyesen használni. Itt van a sleepwalk, amivel lehet így CC-zni. Ja, meg ugye a CD-k a heal, 1 hét, 2 heal, emberrángatás, cleanzelés. Szegény feláll druid, nehéz rotával és a leggagyibbak között van, igen? Feláll druid. A feláll druidot jobb, hát mondjuk hasonlónak mondják, mint a Devastation Evoker, mármint így. Sebzés kiosztást illetően. Mi van? A Fire Mage az top tier. Fire Mage, mindig mentem. Én Lich King-be Fire Mage-eztem legutóbb. Ez a Frostfire-özés az nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszik a Shadow Priest. Így a szezon végén az nem tetszett. Hogyha így a grup az jobb volt nálam, akkor így elcsúsztam például az, hogy letegyem az AOE-t. Volt, hogy már letettem egy grupra az AOE-t, és akkor utána a következő már 10 másodpercen belül jött, és akkor így nagyon nehéz volt kalkulálni, hogy kimenjenek a nagy sebzések.
Én a izét. Ja, én a Survival Hunter még nem is próbáltam. Az, nem tudom, én úgy emlékszem, hogy az a Lich King alatt annyira nem volt jó. Legionbe vagy nem is tudom, mikor BFA-ban? Vagy Legionbe vagy BFA-ban nyomtam az MM Huntert, meg a BM-et. Ja. Nagyobb kulcson vagy ugye, hogyha egy szinten van a csapat, akkor nincs ezzel gond, mert akkor így pont jól hal mindenki. Engem nem ez zavar, hogy draktirokról eltűnik a fegyver? Tényleg. Nem tűnt fel. Engem az jobban zavar, hogy nem működik jól ez az identitás választó, és amikor visage formba megyek, nem jegyzi meg. Valami miatt nem jegyzi meg, és nagyon zavar, hogy idén lesz 2 éve, hogy kint van a kiegészítő, és a Blizzard ezt még mindig nem csinálta meg, de szerencsére a következő kiegnél már az lesz, hogy nem is kell átmenni a Draktir fontba, hanem a Visage-be is lehet nyomni a képességeket. Ja, a Dragon Bane keep is lassan kezdődik. Igen. Ja, az szomorú, igen, hogy a sárkány forma, tehát a sárkány formába csak így látszódik az öv meg a válasz, igen. De tényleg ami a legjobban zavar, hogy így nem jegyzi meg a Visage formát egyáltalán. Én nem nagyon játszottam méles karakterrel, és így ebből kifolyólag nem is nagyon van rá transmogom, szóval amikor így nézegetem, hogy mivé lehetne transmogolni az evokeremet, akkor mindig rádöbbenek, hogy amúgy nekem így nem nagyon vannak rá cuccok, csak így a Dragonflight-os kiegészítőben. Lehetne ilyen szarvakat csinálni. Ez a Visage formos info honnan van? Az helyzet, hogy Redditen olvastam, úgyhogy nem emlékszem, hogy ez így WoW-hedes akármi, ilyen bányázgatás, vagy most ez hivatalos info, de mindjárt megnézem. Viszont egyébként az Evoker set, ahogy kinéz, az kőkemény. Sőt, a War Within-es Season 1-es tier setek brutálisan néznek ki. Tényleg olyan érzésem van, mintha fölvettek volna valami nagyon komoly designert a Blizzardék. Hát meg még azt is mondják amúgy, hogy a Draktir az lehet nem csak Evoker, hanem több klassz is. Ja, igen. Nem tudom, most így hirtelen nem tudom, hogy azt, hogy... Igen... Átatalálok valamit. Erről. Draktir classes coming, igen, és permanent visage form in combat. Na és ezt hol írják? Na. Hát ezt Twitteren írta ki valaki. Megpróbálom a szószt megkeresni nektek. Április 17-én lett kirakva. Interjúban mondták? Na tessék. Akkor valószínűleg onnan van kiemelve. Na itt van. Beteszem a chatre. És ott van, oda van írva. Oda van írva, hogy maradhatunk Visage formában.
Jaj, tényleg. Parancsolj. Így van, így van. Ja, de az Evoker maga átváltozik a sárkányba ugyanúgy. Ja. Ja, igen. Hoppá. Akkor ezt lehet, hogy félreértettem. Wow. És ez most így a live-on így van. Ez kemény amúgy. Ez a izé Draktirodnak a transmogja. Nice. Reméljük, hogy ez most nem lesz bugos. Wow! Nem is gondoltam, hogy itt is van csűrhe. Hop, hop, something hot. Something hot. Most azt írja itt, hogy valamit vásárolni kell, az lehetséges. Még páran vagytok a csűrhében? Questet vegyem fel? Milyen questem? Na tessék. Ezt itt. Ja, látom, látom. Big akárkitől kell szerezni, akkor az őr mi? Well now, you're certainly a surprise. Don't forget to take some soup for the journey. Lehet, hogy nem adott ordert egyébként. Álljak a közelébe, és majd jó lesz. Oké. Okay. De itt vagyok amúgy mellette, és nem adja. Ja, látom, odaírta. Defeat the Beast. Nincs legendary mód, hogy majd azt is el kell kezdeni. Ott ahhoz minek kell halnia? Get meat. Lionfish. Aha. Na hát ez egy jó kérdés. Hol van ilyen... Lionfish. Ja, hogy ez az? Ezeket a húsokat kell megfogdosni? Ja, hogy az volt az. Akkor jó. Második raid, utolsó boss. Scale Commander. Szarkaret. Tényleg szark... Na, az a fight, az... Az még így megvan, az tetszett. Ja, hát a crafttal úgy vagyok, hogy az majd a jövői Hunter problémája, csak legyen meg az a cucc, ami kell a szalkaredből, és akkor utána bármi lehet. Na és akkor még egy tasznak meg kell lennie. Ez most egy event, Noriens. Ez a Community Feast. És akkor, hogyha ezt megcsinálod, akkor ebből is eshet Champion? Champion Gear? 480 fölötti. Milyen? Azt mondja, hogy igen.
4.93 fölötti. 4.93 vagy a fölötti. Viszont az a baj, hogyha akkor esik ki, amikor nem fated rotációban van, akkor a raid van a raid, akkor kisebb item level lesz, és akkor fel kell upgrade-elni, ami majd szíves. Ez a fated, ez micsoda? Ez az Awakened? Amúgy. Jaha. Na, most már megvan a küldi. Na, ez két 480-as cucc, ami esett. Esett egy trinket, meg egy chest. Na, ez amúgy big. Meg amúgy a 480-as nadrág is big. És akkor azt már fixen lehet tudni, hogy jövő héten lesz az a raid, ami nekünk kell, az Aberus, vagy hogy is hívják? Aberus, ja. A jövő héten jön az Aberus, amikor érdemes lesz rámenni arra, hogy meglegyen a legendary. Aha. Mondjuk, ahogy ismerem magam, valószínűleg nem lesz meg a legendary, majd csak a 7. hét után. 7. hét az meg, Jézusom, az még 2 hónap? Hát addig csak kikénelsem. Hetedik hét után már mindegy melyik, ja, igen. Nem, azt mondták, korrigálták, én is, nekem is az az info volt meg. Itt a Wolfhead-en még az került ki, hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, de a Blue Post már javult, és itt írják, hogy every week, szóval, hogy ezt már javították azóta. De amúgy én is így tudtam. Ja, én se láttam, de ma korrigáltatok, hogy azt már javította a Blizzardos. Valamit kéne vásárolni. Azt mondja, hogy valószínűleg tőle juicy akármi. Juicy bush fruit a Gracchus-tól. Uh-huh. Na nézzük, hol van ő. Ez egy fa. Ez egy fa. Valahol van egy fa. Ott van. Itt vannak az upgrade szintek. Hogyha ez az, ami érdekelt titeket. Ez egy kicsit hosszú link lesz, mert hülye Reddit. Itt a másik is. Ez két nagyon hosszú és nagyon csúnya link. Nekem most pörögnöm kellett volna a kajába. Csak kiugrottam belőle mi.
most akkor valószínűleg nem. Na most erugóza kell. Ez egy panda csaj. Jó. Na hát látjátok, ennyiszer csináltam ezt az eventet. Kavarom, keverem, fröcskölöm. Ennyi? Kész? Kész. Kész, mert védeni kell a csigáktól. Az igen, Legendary 2 lesz most már a leves. 4 perc alatt szerintetek meg lehet a Legendary 2? Vissza kell dobálni a halakat. Bár hogy hol és mit kell visszadobni, azt már nem látom. De vissza kell őket dobni. Úgy néz ki, hogy a Legendary 2 az nagyon simán meg lesz most. Zoli, te küldted azt az Ashbringer-es, Shadowlands-es, Ventil-es transmogot? Az nagyon megtetszett. És az a jó, hogy megnéztem, hogy az az Ashbringer, az megvan nekem, az a koponyás, piros Ashbringer. Szóval azt össze tudnám hozni. Ez nagyon tetszik nekem is. Csak hát RP-n nincs karakter, amivel ezt a transmogot használnám. Mármint aktív. Catch an Iceback Sculpin. Ja, akkor te küldted. Aha, szóval ezek. Gondolom én. Aha, hát... Várjál. Igen, ez az. Ja, ez az. Hát a Draktirral furán néz ki. Megvan a vállas, megvan a sapka, megvan a kard. A többi része az így nincs meg. Na de legalább most már látom, hogy mik vannak, mik kellenek hozzá. Mi ez az Iceback Sculpin? Itt mit kéne csináljak, szerintetek? Aha, szóval, hogy az. Most akkor gyakorlatilag horgászni kéne. Ezzel nem vészes, az alap SLS, BSS armorokat kell lecraftolni, vagy megvenni AH-ba, de gondolom AH-ba nem olcsó. Aha. Lehet, hogy amúgy megvannak azok a cuccok. Lehet, hogy össze lehet tudnám hozni, mert Shadowlands-en ugye nyomtam egy pár hónapot. Csak a válasz meg az öv kellett hozzá, a többit kontentjébe küldöttem, aha. Ja, a válasz az nekem megvan, mert az Legendary. Megvan az első 509-es itemed? Nice. Gratulálok hozzá.
Legendary 3-nál járunk? Hát az már valószínűleg nem lesz majd. A kavarom, őrültem. Ja, még 700 kellene. Ja, hogy a hal visszadobás annyi, hogy vizé, megöljük. Azt mondja, a Lionfishből hús. Amúgy így meg lehet. Megvan, Legendary 3. Szia, Blade. És most ez azért jó, mert a kaja az Legendary 3-as minőségű. Tehát ott van, hogy 959 versatility, 15 szekig, és heal-el 5% max HP-t. Hoppácska. Jó, tehát igazából a 480-nak annak most örülnünk kell. Jó. Na, felülünk gyorsan, és akkor mehet még a time walkolás. Itt sok szemét van most nálam. Na nézzük, milyen lehetőségek vannak most. A Big Dig az éppen most megy. Ja, 10 perc múlva. Mondjuk az annyira nem érdekel. A Siege az már gondolom véget ért. És akkor mondtátok a Dream Surge-ot. Miközben várunk itt a Time Walkingra. Mizu Blade. Chest, gatyó, linket. Ja tényleg még az elefert is mondtátok, hogy azt is érdemes lenne megcsinálni. Ránézzünk akkor erre a Dream Surge 10 perc múlva. You dare to steal from my crucibles? Látta már amúgy valakinek kiesett a Season 4-es Iridál.
Minden rendben, na a zsír. Dreamsurge Network aztán is adnak olyan currency-t, amire szükséged van. Ja, én itt felvettem ezt a kettő questet. Az elég lehet? Vagy van még? Ja, a Flystone-ra gondolsz, hogy azt érdemes lenne? A Flystone-t azt lerezetelték, igaz? Vagy nem rezetelték le? Dream Inf Coalescence, amiből 100 kell. Aha. Dream. Ez az. Én ebben nagyon vakon vagyok. Ebben nagyon vakon vagyok. Bal oldalt quested írja. Igen. Ja, látom. És akkor azt mondod, hogy world questek adnak ilyet. Na, itt van. Spins. Workquest, rare, treasure, kb. Minden. Ja igen, minden? Jó, akkor azt addig lehet csinálni. Nem nagyon csináltam még ilyen eventeket. Kb. Csak a Super Bloom az, amit így vágok jobban. Ez nem adott olyat, az nem baj. Ja, a 7. hétnél a rédek adnak bónusz reput, vagy hogy is lesz. Lighting Infused Rock. Ja, minden nem csak a rédek. Egy. Na tessék. Mindig ahhoz a tartalomhoz van bónusz, ami jövékend, és mivel a 7-től minden, ezért ott már mindent azt ad. Minden. Aha. Ja. I see. Na már 3-nál járunk. Ez jó ötlet volt, köszi szépen. Csak hogy addig se várakozzunk annyira.
ship samples. Thank you for your help. Na, hát elvileg 3 perc és behív. Na, tessék. És 7 perce várakozunk, és most már meg is vagyunk. Azt nem tudom, hogy itt ezeket érdemes csinálni. Azt hiszem, annyira nem. Stop attacking. Sejtettem, hogy ezzel szelnyomjuk itt a CD-ket, akkor minden rám jön és kapjuk, halunk. Hú, ez a sok lassítás. Ez nem is lassítás, hanem dézdelnek a mobok. Fú. Stun incoming. Hoppá. Most már akkor tudom, hogy honnan vannak a gemek. A tatyóban. Jó kis BC Dungeon-nek minden szánol és vére. Ez nagyon idegesítő volt, hogy itt dézd át. Fú! Silence! Fear! Én is adok vissza nektek egy kis stunt. Mondjuk ez már csak 3 mobra ment a stunt. De ettől még kapták. Csávó nyomja közben itt az omega pullokat. Ja, meghal a tank. Meghal a tank. Most egy boss. Valószínűleg egy boss. Igen, ez az utcsó boss. 9. Stop
van valami küldi, amit kaptunk, ilyen Time Warp Badge-ér, 500 Time Warp Badge-ér el kell menni sátrádba, vagy hova kell. Na, még kell kettő vagy három ilyen Time Walking Dungeon, és akkor meg lesz a jutalom, úgyhogy már is kiúlunk a kövire. Nem tudom, hogy itt most mit kell látni a Dream Surge-nél. Mert írta, hogy pár percen belül kezdődik, nem tudom, hogy most még így időben vagyunk esetleg. Azt írja a következő 28 perc múlva, akkor ezek szerint már nincsen ilyen Dream Surge-os event? Movement speed. This too shall pass. Amikor nyílik új portál. Aha. Azt gondolom látszódik majd a térképen. Az event folyamatosan aktív. Aha. Ott van lent nyugaton a portál. Akkor most oda kéne menjek? Oké. Okay. Nem tudom, mi legyen a mainem, S4-ben mindenem van, 70-es és az összeset szeretem. Ez egy jó kérdés. Egy jó kérdés, nekem nagyon jó, nekem nagyon tetszik, hogy van a Shadow Bob-om, ami így egy úgymond változatosság. Jó, jó az alt, hogyha van. Arra jöttem rám. Szeva Gabesz. Most így, ezeket így ölni kell. Ja, most már friss avóval danok. Parancs, az most már aktuális. Ja, hát most ezek, amiket így mondtok, ezek is nekem így újak, mert én nem nagyon csináltam ilyen eventeket. Azt nem tudom, hogy például ezt a Dream Surge-ot, ezt így... egy Dream Surge adja azt a Champion Gear-t, vagy minden egyes ilyen Dream Surge-os event megcsinálás, akkor kapunk olyan gear-t, vagy ez hogy van? Heti a quest. Aha. A heti első szokott jó lootot adni. Aha. Köszi szépen. Szóval a kaviár. Na még 5%. You wish to face the flames. So be it.
Wow, és akkor... Ó! Ezzel lehet az altoknak, ezzel lehetett az altoknak gírt szerezni? Köszi szépen a pénzt. Sorry. aha. Na, akkor ez most így megvan? Ezek szerint akkor ez most így megvan. És akkor ebből kellett volna, hogy jó loot essen? Ez most ennyi. Aha. Hát, már értem, hogy miért nem csináltam ilyen eventeket. A heti quest adja majd. Ja jó, akkor nem az event adja. Jól van. Az event az annyi, hogy ott, ha üljük a mobokat, akkor abból esik olyan Dream Surge-os item. Mi az, hogy 5 kötőjel 10? Hát azt hittem, hogy erre majd te adsz választ, Onyx. Te a fízbe 369-eset kaptál? Én 2480-at kaptam. Na. Ez 10-et adott. Ez a mob 10 olyan dream cuccot adott. Wow. Amúgy én nem tudom, mit jelent az, hogy 5-10 meg 5-6. Bárcsak tudnám. Na most lesz, most nagyon jó lesz. 5-10 mi? Na hát ez az. Nem tud. Ez izé. Magister Terasz. Wow. Ennek a végén lehet megszerezni a... Hogy hívják ott? A csirkét. A fehér csirkét. Miért volt ennek a Magister Terasznak az a rövidítése, hogy MGT? Én értem, hogy Magister Terasz, de hogy ez MT? Hogy lett ebből MGT? Na hát itt nem csináltam idősétákat még sosem. Azt még meg akarom nézni, hogy ez mikor is esett ki. Igen, Mount. Na itt van, ez 2015. január 18-án annyira unatkoztam, hogy Mountokat farmoltam. Mondjuk nem. Nem, mert nem eshetett ki egy nap a Headless Horsemannek a lova. Hát akkor nem tudom, hogy az. Mikor szerezhettem meg? Leszólózza. Ja, ketten is bent vannak? Hajrá, nagyon jól csináljátok. Big, meg ilyenek. De idegesítő hangja van ennek a karakternek. Hát egyszer többször is megcsinálod, akkor nyersanyagot kapsz. Ó. Oh. Uh-huh. Köszi az infót. Ennyire király már, hogy ezt is lehet time walking-olni. Oh.
9. Pedig első egy után, ahogy végeztem a repokkal, azt hittem ezeket a cuccokat soha többet nem kell csinálnom, de így nem értem el 2 karaktert is kirepúzni. De megértem, mert nem kell már többet őket kirepúzni, Zoli. Én nem élvezem annyira ezeket a repúzásokat, meg nem tudom ezeket az eventeket, amik így a világban vannak. De nem akarom azt, mint az előző, meg az az előtti szezonban, hogy így nagyon kis item levelbe játszom. És hát oké, augment evoker vagyok, meg mit tudom én, de hogy azért jobb lenne gyorsan gírelődni. De miért kell egyébként ezeket a mostani ízéket megcsinálni, ezeket a renownokat? Tehát, hogy így ez mit ad? Mármint láttam ad ilyen tabardot, meg nem tudom, ez most így mi, de hogy így ilyeneket is ad. Mount, tessék le, tudok venni Mountot. De hogy ez így miért úgymond így kötelező? A Renown már csak Petabar, Transmog és Mount. Ja, mert ez adott többet is. Profos, Knowledge és Reci, de az részletkeres. Na. Hát én ez az új profos rendszerre ebben még így nem igazodtam ki, az a helyzet. Az elején még Story Mission is volt, Rina a mögé zárva, de azt kiszedték. Ja. Mondjuk még most is van egyébként Rina a mögé zárva. Dragon Scale. Vagy a Valdrakken, vagy a Dragon Scale még mindig egy questline Rinaonhoz van zárva, minden igaz. Pont így csináltam ezeket a nagyobb küldiket, amik ilyen felkiáltójel, és így körbe van véve ilyen nézével, shieldel vagy mivel, és ott az egyik az ilyen kötött volt. If mount drops, I can trade it. Milyen rendes a srác. Aha. Hát ha másért nem, ezért megéri, amúgy. Aha. Értem, szóval, hogyha lenyomom a Time Walkingot, 506-os item. Nice. Akkor most az 5 Time Walkingot lenyomni, az megéri a küldivel. És még jó lootot is kapunk. Nyilván, hogyha valaki többet mitikezik, akkor igazából ez nem osz, nem szoroz. De így, hogy én nem játszom annyit, így ez jól jön. Ezek a virágok nagyon jól adják. Úgyhogy itt maradunk. Na hát ő mondjuk pont nem adott semmit. Lehet, hogy csak a küldi miatt adták ilyen jól.
Nem. Na még hat. Kicsiket kell lőni. Uh-huh. Nézzek, és most nem adja. Jó, még három. Még három. A Dream Surge Cradle-nek már semmi értelme, mert nincs vendor, amitől vásárolni lehet, sőt már a Dream Surge Coalescence-es vendor sincs itt, amitől a Mountot lehetett kivenni. Na hát erre majd biztos írnak a srácok valamit. Szia Yi, szia chat, a Shadow Lance-hez képest sok heti napig küldi valamit, muszáj nyomni, vagy casual barátabb a Dragonflight-os kérk. Hát figyelj, én csak a saját példámból tudok kiindulni, én nem nagyon csináltam ilyen eventeket, nem nagyon csináltam heti questeket, world questeket, nem nagyon csináltam semmi ilyesmit. Én kb. Lenyomom a lenyomom azt az éppen ami a patchhez van ilyen legdurvább event, mondjuk a Super Bloom így a content elején, mert az ad jó lootot, nem tudom, hogy most mi a Super Bloom-nak a megfelelő, vagy a Super Bloom még mindig nagyon jó. És kb. Csak mitig pluszozok, és 480-ig tudtam eljutni az előző szezonban. De ezt is úgy, hogy kihagytam egy hónapot kb. Úgyhogy ilyen heti 3 kötőjel 7 órát játszom. Szóval szerintem, hát nem tudom. Ez ami dungeon-eket akarunk nyomni, csak konstans. Szerintem nem kell semmilyen eventet csinálni ahhoz, hogy így... Nyilván az elején gyorsítja a gír elődésedet, de amúgy így nem szükséges. Szerintem én rám nyugodtan lehet azt mondani, hogy casual-ködöm. Azzal amennyit játszom egyébként a játékkal. Hát itt érződött, hogy hullaltam. Nem akarod, sose kellett csinálni, de most például a repúzásra semmihez sincs kb. Szükséged, ha csak nem akarsz profozni. Heti eventek meg most azért kellenek, mert a heti questeket tudod vele megcsinálni, és annak a reward ládájában van egy fél spark, ami kell a craftoláshoz, mert itt minimum 3 itemet kell craftolt legyen, de lehet több is. Ja, azt néztem egyébként, hogy a Shadow Papnál is 2 vagy 3 item volt, ami így gyűrű például. 1 vagy 2 gyűrű az így craftolt volt a Shadow Papnál. Meg biztos, hogy volt valami, nem tudom, öv, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De én craftolt cuccok nélkül játszom, szóval, hogy jó, ez nem igaz. Lariatot használok, de a Lariat sem már meta. Ahogy észrevettem. Ja meg azt néztem, hogy például a az övbe is csinálnak egy lyukat. Az egy 10-esbe kerül, vagy hogy? Ariad mindig a season közepére lesz jó, mikor már van elég gem szoketed.
Aha. Hát nekem ez nincs meg. Mármint, hogy én nem vágom, hogy mit miért használnak. Szóval, hogy így pár hete arra jöttem rá, nem rájöttem, hanem észrevettem, hogy igazából arra mennek rá, így most így a... Tehát az alapján választanak itemeket, hogy meglegyenek a statok, mondjuk a Haste-nél a nem tudom mennyi, a Mastery-nél a nem tudom mennyi, a Crit-nél, meg a Versa-nél, és akkor amelyik statot preferálja az adott spec, abból nem kell izé kultolni, hanem hogyha már megvan egy, nem tudom, soft cap, nem tudom, minek mondják, akkor az már úgy elég, és nem kell többet építeni belőlem. Hát az enchant, lehet, hogy enchant amúgy. Az az öv cucc. Ja, valószínűleg az a 10 000-es az öv. Mert az az, amit így sokáltam a papnál. Igen. Valószínűleg az lesz. Ja, úgyhogy én főleg dungeonozok, ahhoz nem kell ugye annyi ember. A miti pluszozás ez így. Én úgy gondolom, hogy megtaláltam a WoW-bal számomra a legjobb dolgot, így hogy... Nem klánozok. Rajtam volna mindenhol lenne Enchi, mint régen, és Gemsocket is, és visszatenném a nekre is a ringekre a primary statot. Amúgy ebben a formában, ahogy most van a repuzás, így tök korrekt és tűrhető. Aha, hát nekem ez ilyen unalmas. De ez én vagyok. Én most így nagyon sok dolgot unalmasnak találok a WoW-ba, de ez azért van, mert már nem a WoW a mindenem. Amikor kb. Csak WoW-oztam, akkor úgy éreztem utána, hogy basszus, nagyon sok mindenből kimaradtam. Most például. Most a WoW-ban van Battle Royale, mondjuk nem tudom még meddig. Van még Plunderstorm, nem? Hát itt aztán minden dobálnak ezek a mobok. Ezért nem is vovozom. Hát én így minimalizáltam, hogy mi az, amit így akarok csinálni a WoW-ba, és ez a miti pluszozás az, ami így WoW-ozok, így nagyjából képbe vagyok, hogy mik vannak, és csinálom ami így a legjobban tetszik. Ja, én nagyon ráfeszültem a WoW-ra. Én olyan vagyok, hogy ha valamit csinálok, akkor azt nagyon csinálom. Kihozni belőle a maxot. És hát a WoW-ba ez veszélyes. Ez nagyon veszélyes. Ez a hozzáállás. Hogy ismerem magam? Nagyon behúzna. Azt hiszem ez kell már csak. Inkább abba hagytam. Aha. Hát, kinek mi ugye.
Én tényleg így leredukáltam, hogy mi az, amit így akarok a játéktól. Igen, csak pont azt akarjuk mellőzni. Én amúgy is szeretem a gear farmásról, plusz mythic farmást. Mármint, hogy mit akarsz? Ja, hogy a Battle Royale-t akarod mellőzni, ja, értem. Ja, azt mondtad, hogy... most tudom. Te ezzel a... izé mount-tal csináltad, meg ezzel az új... amit én így nézegettem? Ezzel a mount-tal csináltad, meg az egy... azt a... Dragon Riding-os eventet? Ja. Én munka és család mellett nyomom esténként, és nagyon el vagyok velem. Hát ja, csak most pont az, hogy ha másról is akarsz játszani, nem csak a WoW-val, akkor... és így állsz hozzá a játékokhoz, így, hogy így tényleg a legtöbbet akarod kihozni, akkor ez tényleg nagyon nehéz balanszolni szerintem. Target change. Knows no bounds. Szoktam nézőkkel ha játszani. Mythic pluszozni kb. Azon a szinten, ahol én játszom, azon az item levelem. Aki jobb, az vet, de aki kisebb, az hát hogyha így bírja tartani az ütemet, akkor ő is jött. De van, aki például horgás sapkába jön be. Mythic pluszozni. Annyira kemények itt az arcok. Na, első mythic 0, a Ruby meg volt. Elég ez. Jó kis Ruby life was. Kill ads. Mi ez a sok pure energy, menj már innen. Kill ads. Fú, 9! Na mondjuk nem is kell ölni a pure energy-t. Ja, jó. Könnyű volt nagyon? Hát ugye a mostani mythic 0 az a régi heroik. Nem? A mostani mythic 0 az a mythic 10 timer nélkül. A régi mythic 10, csak timer nélkül. És affixok nélkül. Én így elsőre egy 4-es mentem, de úgy néz ki, hogy annál nagyobbat is tudnék menni 480-ban. Én azt hiszem előző szezonban ilyen 13-14-gyel kezdtem, és amúgy az is kb. Csak azért, mert hogy így nem voltam biztos abban, hogy most így mennyire tudom a dungeon-okat. Mekkorát kell menni? Hát nem tudom, mekkorát bírsz igazából. Ahogy láttam, 482-es, azt hiszem, 489? Lehet, hogy, ja, 490, 489-ben, nem tudom, lehettek olyanba az emberek, de hogy ilyen magasabb item levelben, azt néztem, hogy ilyen, újjúj, ugye meghalunk.
Hát ez halál. Szóval, hogy az ilyen 7-es meg 8-as az, az már ilyen keményebb. A mostani, ami régebben 20-as volt, az most micsoda? Hát az az ilyen 10 körüli. De ugye abba bele kell kalkulálni, hogy oké, hogy a mostani 10-es az a régi 20-as nagyjából. Hogy attól ugye még bejött az is, hogy ugye erősebbek a mobok, mert hogy ugye magasabb lett az item level is. Meg amúgy változtattak a meglevő Dragonflight-os bosszokon. Nem mindegyiken, de változtattak. Valamit nerfeltek, valamit buffoltak. Hát nem tudom, itt amúgy így mutatták. Így mutatták, nézd csak. 0, 10-es, 10-es, az ilyen 19-20. Ez a Magister Stelos, ez tök jó, mert így nem olyan hosszú. Ja, már üljük őt is. Elvileg most már megvan a quest. Biztos, hogy nem. Jézus. Mennyi szemét. Oh, do I have a deal for you? Keep it real. We serve the land. Earth Mother watch over you. Dream Shaper. Na, esett még egy, hát ez szívás, srácok, de legalább esett még egy nadrág. 480-as. Oké. Okay. Jó, és akkor elmegyünk még Valdrakkenbe. Mit a másik quest? Dream Surge... Dream Surge investigáció. Ez mi lehet? Rare Elite Empowered by the Dream Search. Olyat kell leölni. Olyat hol találunk szerintetek? Dream Search empowered-e Elite-et. Mondjuk azért 4-15 jár, akkor ez nem is érdekel. A csillagok? De az csak a minimapon látszódik, igaz?
Zavaró az új kulcsrendszer? Szerintem gyors meg lehet szokni Frixeton. Ali. Ott van a rendes mapon is a csillag. Hát én esküd nem látom amúgy. Ja az, ja látom. Aha. Köszi. Na, 493-as fejes, övékend fejes. Úgyhogy működik, működik a Time Walking-os jutalom. Na most azon, hogy akkor fogjuk a kesztyűt, visszavesszük a régit, és akkor jöhet a 493-as sapka. De sok szemét van nálam. Na, akkor hogyha ezeket nézzük. A Siege-et nem csináltuk, Feast-et csináltunk, Grand Hunt-ot se csináltunk, Lishkanot-ot csináltunk, Dream Surge-ot csináltunk. Tehát akkor Grand Hunt és a Siege az, ami még így kell. Sziasztok, most a régi Heroic Dungeon-ök dropja is meg lettek emelve, vagy csak az újaké? Szerintem csak az újaké. Szerintem. Na jó, ami még így belefér ebéd előtt, szerintem lenyomni egy mitikus pluszt. Aztán délután meg nem tudom, megnézhetjük a raidet is mondjuk akár. Na nézzünk. 4-6 Neltarus. Ó, azt tudom melyik. Ó, de most nem akarok. Mehet a Ruby Life Pool. Vagy a Brackenhide. A Dungeon Finder is emelve lett? Nokod ismát. Algetár Akadémia. 6-os. De valószínűleg nem inválnak be a 6-osra. 5-ös Uldaman. Amúgy valamit ki kéne venni a listából. Mi az, amit lenyomtunk? Ez, amit lenyomtunk, ez egy Halls of Infusion volt. DF, mint Dragonflight? Decline, az igen, az 5-ös meg a 6-osra kapjuk a decline-okat. Ok. Jó van, akkor 4-es is jó nekem, csak menjünk már. Száva újfgab. Na. Jó van, akkor menjünk 4-eseket, tök mindegy. De így a Halls of Infusion alapján mehetnék nagyobbakat is, ha behívnak persze. Na végre. Akkor ez Brackenhide. Nézzük csak. Dragonflight.
Lehet csatlakozni a bédelőt? Hát, most már ez az utolsó, amit így lenyomunk. Mehet a weekly 18, persze. Most új sapkába nyomjuk majd. 493-as sapkába. Most csak egy a fix lesz. Mert 4-est megyünk, ha minden igaz. 4-esen csak egy a fix van, 5-ösen lesz 2. Hol a bejárat itt? Hoppá. Néztem, hogy hova tűntek a kaják. A hílt azt nem is tudom mikor próbáltam, szerintem azt még Dragonflight előtt próbáltam a hílt. Úgy nyomtam rá, mint aki nagyon rutinos. Invalid target, na végre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt majd milyen lesz az Augment Evoker. Nem, az ez kell nekünk. Tök jó, nem számolta bele a Time Walkingot. Mondom, mi a csapat közben egyébként. 487-es tank, 486-os Windwalker Monk, 484-es rugó, outlaw rugó, és egy 487-es healer. Srácok azok így. Már gírbe vannak, mármint hogy így hozzám képest. De valószínűleg ez ilyen S3 végig gír. Mármint ez az item level. Nem tudom, hogy mi az, amit így el lehetett érni. 489? 490? Nem tudom. Négy-nyolcvankilenc körül, aha. What's your step? Hát itt nagyon rosszul nyomtuk a dolgokat. Run. Most ez az a hét. Oké. Okay. Éppen próbáltam felfogni, hogy most a pull az azért van, mert most kéne bélezni. Ötszázezret nyom a rugó. Mondjuk lehet, hogy amúgy most kell bélezni, nem tudom. Ebben én nem vagyok, jó? Szóval azt nyugodtan mondhatjátok, srácok. Azt tudom, démonét, hogy te szívesed mondod, hogy nem vagyok, jó? Pont lejárt az a bombát. Ez szívás. Run. Oké.
De valószínűleg megint felesleges volt. Aztán... And your catch secure. Watch your step. Okay. Fat finger. Kb. Egy órája lehet tartani 4-es oldamant, az Evoker ott ült a vállamon, a DH csinált egy gigapult, az felment a DPS-em 1,1k mirkára. Wow. Run. Hát legalább le tudtad screenshotolni Flixeton. Felkiált el WoW-addonokkal, meg tudjátok nézni, hogy miket használok. Ez mondjuk lehet, hogy nem kellett. Attack totem. Target you. Defenses.
They never see it coming! Didn't the gut deep cut it? Komoly kis információ a képernyő közepén, kiírta, hogy a Time Walkingból milyen cuccokat kaptunk. Watch your step. Ha az ott nem tudom mi, azt látom, le tudtam szedni valószínűleg. Itt az nem volt meg, hogy a srác az így mit akar majd húzni. Bár azt is lehet mondani, hogy nem emlékeztem itt az útvonalakra. Watch your step. Valószínűleg nem kellett volna elnyomni. Watch your step. Lassan fixatom. Ja, az még mindig fent van nekem a Mythic Dungeon Tools, de már nagyon ritkán linkelik, hogy mert gondolom meta van és akkor azt nyomják. De volt egy-két alkalom így Dragonflight alatt is, amikor így mutatták, hogy most bizony mi lesz. What's your step? Attack totem. Szevanózi, izó is. What's your step? Watch your step. Jól lakottam? Na, egészségedre. Kérem már annyi az idő, hogy ezután nekem is ebéd lesz. Ja, azt már nem tudtam leszedni. Watch your step. Hoppá, mi van a izével, most nézem. Nem írja a bosszokat. Get back.
itt lehetne annyiba segíteni, hogy lögdösöm, amikor kasztolnak a kicsik. Aha, na úgy néz ki, hogy pont elé álltam be. Breath incoming. Jó. Breath incoming. Kérdés, itt már akarnak menni itt fönt. Aha, és akkor ezt skippeljük. Még távolabbra kell elmenni a hiénáktól. Azt hittem, hogy ez elég távol lesz. Micsoda útvonalakat vágnak ezek a srácok. S3-ba is így menték? Mármint, hogy így... Ez milyen?
Amit, hogy heroikon vagy hogy? Range 5. Ugye a Season 2-ben volt? Nekem ez már olyan réginek tűnik. Jó kis Pathfinger-es. Attack Totem. Attack Totem. Watch your step. And wither! This power obeys me! Attack Totem. Szava Neo már. Rot and die. Attack Totem. Watch your step. Milyen eddig az S4? Örülök, hogy új dungeonok vannak. Mármint, hogy úgy új, értem. Attack Totem. Watch your step. And wither! Now, I will not be the rot will come for you. Nem tudom, én nem érzem. Will claim your withered bones, your homes, everything. Nem tudom, ugye most erre nehéz mondani bármit is, azt meg tudjuk nézni, hogy milyen voltunk az Ebon Might-tal. Szerintem nem voltunk a legjobb. 72%. Na, akkor végül is 72% az így mondható jónak, ez lehetne még jobb is. Aha, 4.99-et dobott a 4-es dungeon, a 4-es Mythic Plus. Jól van. Ebédszünet előtt, így utolsó dungeon megvolt, ez két dungeont lenyomtunk. Úgyhogy tök jó. Ennek örülök. Time walking-os dungeonokat akkor megcsináltuk. Amit kellene nekünk még csinálni, a Siege, illetve a Grand Hunt. És akkor abból is még lehetne ezek szerint veterán gear.
egy... Hány cucc? Egy cuccot tudtam lecserélni, meg le lehetne cserélni egyébként egy... meg egy kesztyűt is. Ami ilyen nagyobb item level. Csak akkor már ugye buknám a set bónuszt. Set bónuszt meg szerintem így az első héten nem tudunk összerakni, csak hogyha tényleg kiesnek a setek. Ahhoz meg gondolom raidezni kell. Aztán gondolom hetente jönnek azok a cuccok, azok a currency-k, amiket most így nem tudom, hogy hívnak. Amit át tudunk alakítani ott. Úgyhogy lehet, hogy még nem érdemes ezeket lecserélni, sőt biztos. Főleg ami 489-es, a katalisztja, arra gondoltam. Ja, úgyhogy mi meg kell nézzük mondjuk a raidet, bár én ugye mythic pluszozni szeretek nagyon, szóval lehet, hogy mythic pluszozunk még. Több mint valószínű, hogy az kéne. És akkor 5-12-re fel tudnám tolni, hogy itt jobb legyen a jutalom. Meg lehet, hogy streamen kívül akkor még a raid bossokat is leütni. Nem tudom, meglátjuk. Korábban írtam, hogy van még egy bullion currency rendszer is, na azt nem vágom. Az sincs meg. Az sincs meg, hogy ez micsoda. Meg akarom nézni, hogy itt most Mizu is. The city's finest goods. Aha. Na hát a sapkát azt tudjuk még húzni. Tessék. Hopp, 502. Tessék. Két bullionból pedig övéken gear tudsz kiszedni, fegyver, trinket és ring. Ja, még feljebb tudunk menni? Hoppá. Tessék. A bish trinketeket és a legendary upgrade-eket onnan lehet kiszedni. Na, ezt a bulliont, vagy micsodát, ezt nem vágom. Azt hiszem, ahogy most már kinéz, ez talán már a heroik kinézet. Miért a mitiket szeretem? Hát... olyasmi, mint a raid, csak nem kell hozzá annyi ember. Azért szeretem. Én raidelni nagyon szerettem régebben, amikor progresszáltam. Aha, antik bronz bullion. Aha. Ha legyőzünk övéken bosszokat, akkor lehet szerezni ilyen bulliont. És játékosok egy bulliont tudnak szerezni egy héten per karakter. Rögtön is nem szereted a nagy rédeket. Szeretem a nagy rédeket, de nagy rédelni szerintem úgy a jó, hogyha megvan a csapatod, úgymond. Lehet puggal is csinálni, de az nem olyan. Nyomtuk a raideket, és jó voltam, úgy élveztem. Előző szezonban. Szia Scott, köszi, hogy itt voltál. No van. Neked amúgy a gyűrű a prioritás, a devastation mainak. Nem, én aug akarok lenni. Szóval döntsd el, mire költöd, mert meghatározott darab számot tudsz belőle szerezni a szezonban. Aha, jó. Csak a Devastation-t azt azért mondtam, mert azt a gírt is össze akarom szedni, hogyha esetleg azt mondom, hogy most Devastation-ezni van kedvem, akkor ne járjak úgy, mint az előző szezonban, hogy így nem volt meg a kritem.
legalábbis nagyon kevés kritem volt hozzám. Jól van, srácok. Így elsőre lement két mitikus, jó volt, még le kéne mennie hat másiknak. És akkor megleszünk erre a hétre, illetve kimaxoljuk itt a lootokat a dungeonokból. Nagy valószínűséggel, hát hogyha ma nem is, holnap lehet, hogy belekóstolunk a raid bossokba. Úgyhogy hát megpróbálom kihozni a legtöbbet ebből a hétből, úgyhogy nem csak vovozunk a héten, a hét hátra levő részébe. És prioritás egyébként a draktér, mármint ugye az evoker. Úgyhogy köszi a figyelmet, remélem, hogy élveztétek, és nagyon szépen köszönöm a sok információt így a mi hamarabb gírelődéssel kapcsolatban. Köszi szépen!